jó magam és a vezérkari főnök eltökéltek abban, hogy most egy valódi, komoly, harcképes, elszánt magyar haderőt építünk fel. És ebben a tekintetben önök a mi szövetségeseink. Ha úgy tetszik, ezt a haderőt önöknek építjük. Természetesen a hazának építjük, a magyar embereknek építjük, hiszen ők csak a legjobbat érdemlik. Az önök legjobb tudását, a legjobb elszántságát, legjobb tapasztalatszerzését, tudásvágyát, ezt érdemlik a magyarok. De önök lesznek azok, akik minden nap szolgáltat teljesítenek, önök lesznek azok, akik vezetik a katonáikat.